Ígéretesen indult a KNTH női kézilabdaliga 6. fordulójának rangadója érdi szempontból. A mérkőzésen ugyan a címvédő Győr szerezte meg a vezetést, de 5 perc játék után Tóth Gabriella és Kis Nikolett góljaival az Érd volt 5-3-as előnyben, majd Alexandra Nascimento 7 méteresével 3 is volt közte. Ezután viszont a Rába partiak is belendültek, Kari Bratzett révén pedig már a 10. percben fordítottak. Sőt, a 18. percben faluvégi Dorottya révén 14-10-re lépett meg a házigazda, amely után az Érd nem tudta tartani a lépést. A következő percek nem a védekezésről szóltak, szinte futószalagon gyártották a gólokat a csapatok, végül gólzáporos első félidő után 22-16-os előnnyel vonulhattak pihenőre Danyi Gáborék. A második játékrész első gólját ugyan Marketa Jerzsabkova szerezte, de ezután Kari Bratzett és Tine Oftedal remek teljesítményével a 39. percben meglett a közte 10 is a győriek számára, miután a norvég irányító üres kapura volt eredményes. 29-19-es hazai vezetés után azonban már nem nőtt tovább jelentősen a különbség. Az Érd jól tartotta magát a végjátékban, de a Győr így is magabiztos 39-28-as győzelmet aratott. Amíg a saját ritmusunkat tudtuk tartani, addig azt gondolom, hogy jól is mentek a dolgok. Aztán átvette az irányítást, és sajnos ott is volt egy-két olyan kritikus pont, ahol tudnunk kellett volna egy kis önkontrollt gyakorolni, de ez nem sikerült. És ahol még egyszer változtathattunk volna talán ahhoz, hogy ez egy szorosabb meccs legyen, bármennyire is jó csapata a Győr, a második fél idő elején aztán ott ilyen nagyon, nagyon professzionális módon átrohantak rajtunk. Nagyon boldog vagyok, mert szerintem az Érd a legkeményebb csapatok közé tartozik, de jól felkészültünk, és úgy érzem sikerült nagy tempóban játszanunk, ezért örülök a sikernek. Védekezésben ugyan többet hibáztunk, de az ellenfélnek is voltak jó támadásaik, ezért természetesen jobban kell figyelnünk. A megszerzett előnyünket azonban meg tudtuk tartani, és nagy győzelmet arattunk. Good and big victory in the end. Az első, meg a második félidő is, mikor a Gábor cserél az játékos, mindig csak tovább jöttem, az nagyon jó volt. Koncentráció, gondolom, egész időt tudtunk, mit kell csinálni, meg pontosan voltunk lövesek, és a visszarendezés jó volt, a védekezés, kettő kapus, jó eredmény, minden rendben. Az Érd legközelebb október 20-án 18 órakor lép pályára, amikor az újonc Szent István esét fogadja az Érd arénában.